Nagyon-nagyon szépen köszöntök mindenkit, és akkor most szépen, nyugodtan megkezdjük ezt a jubileumi koncertünket. Én vagyok az Eszterházi asszonya, ezt is megértem. Nem kuncol, aki ismer engem, ne kuncoljon, mert itt van a férjem is. Komolyságban. Most tényleg egy komoly mondatot mondanék. Aki nincs itt és beteg, jobbulást kívánunk nekik. Lesznek a műsorban változások, az miattuk van. Úgyhogy jobbulást kívánunk. És itt áll mellettem egy csodálatosan szép és ügyes fuvolista hölgy. És hogy került ő ide? Kérdezzük. Hát persze, mert szeretjük, nagyon szeretjük őket, de nem csak azért, hanem azért is, mert valójában a harmonika és a fuvola rokon hangszerek. Mind a kettő aerofon hangszer, tehát levegő működteti. Ráadásul a legelső harmonika tervét, amit Leonardo da Vinci készített, azt úgy készítette el, hogy ajaksípos sípokat működtetett a légszegény. Mutasd meg kérlek, Gyuri, nekem, hogy hogy néz ki, hogy ajaksíp. Tehát, hogy oda tesszük a számot, és fújjegyet nekem kerülteni. Igen, szép, szép. És a harmonikának is egy kicsit hasonló a hangzása néha, de ebben most jobban nem megyek bele, hogy legyen egy alkalom másik koncertet is szervezni. Ez a történetmesélő koncertünk. És 15 évesek vagyunk, úgyhogy most szeretném ünnepélyesen elmondani a kolléganőm szavait is, mert nehéz évek vannak mögöttünk, úgyhogy a hamarosan felcsendülő fűvolás műsorszámokat a tavalyi tanévben csak online térben hallották a növendékek hozzátartozói, ezért külön öröm a tanszak számára, hogy most szélesebb közönség előtti számot adhatnak tudásukról. Az általuk választott zenedalagok egy-egy népszerű rajzfilm vagy film betét dalai, amikhez az előadás során vizuális élmény is társul. A videókat Tuboli László vágta és illesztette a zenékhez. A növendékeket Lehőc Andrea tanárnő készítette fel. Az első fuvolás blokkban pedig In Summer, Do You Want to Be a Snowman? Hát elátjuk, de azért lefordítom, jó? Tehát, hogy szeretnél egy hóembert építeni. Ismerősen csenghet a Jégbarát című Disney rajzfilm kedvelőinek. Az ezt követő Hedwig témájú című dal pedig a Harry Potter rajongókat hozza majd váziba. Előadó Gritz Júlia, Takács Flóra és Bitó Zsófia. Fogadják szeretettel műsorokat! Thank you.
Köszönjük szépen, nekem nagyon tetszett. És mivel ez egy jubileumi történetmesélő koncert, rögtön ajándékok osztásával kezdeném, hogy szokásunkhoz híven a mai. Nagyon furcsa nekem, hogy nem látom önöket, kérek szépen az elnézést, jó? De azért próbálok képzelni. 2007-ben alakult a zenekarunk Soroksáron, és a legrégibb tagunk, aki azóta velünk van, Muzellák Máté. Ezeket a gyönyörű okleveleket Napdorottya dizájnja alapján készítettük el. Máté szorgalmas és aktív tagunk. Köszönjük szépen! Gérki Tamás szeretném, hogy gyorsan ide szaladna. Ő 2016-tól 2021-ig volt első harmonikásunk. Thank you.
Köszönjük szépen, és az apró triója következik, mert hogy már gondoskodunk, mindig utánpótlásban igaz. Megláthatjuk, hogy miből lesz a cserebogár, azaz a boszorka. De hogy komolyan fordítsam a szót, három pici gyerek következik most, akik idén kezdtek tanulni, Domján Márton, Németh Nóra és Vitec Kréta fogják előadni a Szlovák Kréta, erre remelik lehessen. Egy boszorka van című kánat. Közösen léptünk fel egy hatalmas koncerten. Ezek után Ádám több évig, Frank Ádám a dobosunk volt, majd testvére segített minket ki szaxofon játékával. Most ő is fuvoláját hozta el, Ádám pedig pergődobon fogja kísérni. És a mű, amit pedig előadnak, egy 17. századi angol matróz step-tánc, Belfast Compact. Két keringő következik az első idilli és lírikus, alpesi levegőt, tájon, hegyeket idéz. A másodikban pedig tanulni lehetünk, hogy bizony, mert zenekar nem mindig idilli és lírai, hanem olykor egy kicsit felmelegszik a hangulata. Egy
Kevin Gőszling váltakozást hallanak utána. Elsőként Schneewalzer, másodiként pedig Mi halk a lélek, Jack Elliot, Erik mellett, és jó magam átiratában. Thank you.
után mi következhetne majd más? Köszönjük szépen, hogyha felhívjuk a függőt is összecsukott. Technikai mádőrök sajnos, tehát addig elmondom, jó? Hogy ismét a csodálatos történetek mesék következnek. Ügyes turistáinkkal, második blokkjuk. Újra rajzfilmzenék jönnek. Most a Kis Fableány című Disney film romantikára csábító betétdala, a Kiss the Girl, majd az Oroszlán király, ezt most feladtad nekem, Alexandra Leckét, legemblematikusabb vidám zenéje, a Hakuna Matata következik. Természetesen az énekhangot helyettesít őfogvala szóval. A sok színes vidámság után a rajzfilmek sötétebb oldalát is megmutatjuk, egy nehezebb témája Japán, anime rajzfilm. Egyébként csodálatos zenéjével, melynek címe Isabella Altajoy. Előadó Gricci Julia, Bejci Kovács Flóra, Takács Flóra, Rudinszky Emilia. Hallgassák szeretettel! Thank you.
koncertünkön most is elhoztuk a dallam basszusos, azaz a baritonos harmonikát, mert hogy ez végül is a harmonikázásnak a klasszikus zenei részének a magas iskolája. Nagyon bonyolult rendszerű hangszer, kevesen tudnak rajta játszani, egyik közülen Babosa Júlia. A mű, amit pedig elő fogunk adni, egy imádság, úgyhogy ezzel a szívvel hallgassák, szerintem éppen aktuális. Saint-Saëns Ave Mariáját fogjuk eljátszani. Ezután pedig Szlovicsák Krisztina ad elő egy dallambasztusos darabot, ő standard, hagyományos harmonikán, amelynek címe Pörföl, Didó és Inás címe operájából egy dal.
Krisztina, mert szeretném bemutatni, hogy Krisztina nem csak harmonikázik, hanem ő kiállít is, tehát szépen rajzol. Nem tudom, hogy mennyire tudjuk most lehetővé tenni, hogy a kiállított rajzok és festmények láthatóak legyenek, de ugye a történetmesélés nem csak filmmel, meg zenével, meg tánccal zajlik, hanem képzőművészettel is, úgyhogy igyekszünk mindig meghívni magunkhoz képzőművészeket is, tanuló képzőművészeket, illetve közülünk tanulókat, akik szépen rajzolnak, festenek. Mostani kiállításunk résztvevői Szlovicsák Krisztina, Gondos Barnabás, 11 éves, kérlek, te is állj fel, hogy megállítottam, sok hatkodhatok. Weiner Mátyás Fajori Ákos nagypapája. És nincs is sajnos meg beteg, de rögtön ma ő is 13 éves volt. Úgyhogy majd a végén nem menjetek, mert az ifjú korok egy kis díjazást tőlem megkapnak. Ezek után következnek az ifjak zenekara. Ők is egy olyan számmal, közben gyermek jó, mert beszélek itt a tényleg este 11-ről lesz, amelyet Orosz Zsófia hozott el nekünk, és úgy látszik, hogy divatot teremtett ezzel a számmal, mert azóta már két kollégám is elkérte tőlem a kottáját, úgyhogy lehet, hogy egész Budapest és az országért fogja lassan játszani. Ez pedig Edelweiss című dal, a Muzsika hangjai című dal. Addig bemutatom őket, jó? Hogyha látom. Orosz Zsófia, tegye fel a kezét, első harmonika, Ricecki Réka, Mándoki Gergő, Gondos Barnabás, Vajna Rüccel Péter, Babosa Júlia. És aki segít neki, kíséri őket, Pál Ervin Szilárd a nagyok közül, és Zsidabek Zsófia. Elmondom közben a következő számunkat is majd, hogy nem húzzam azon az időt. Az pedig egy nagyon kedves zenekarral, aki patronál minket, és nagyon szeret minket, és mi is őket. Szlovén zenekarról van szó, rábavidéki magyarországi szlovén dalokat játszanak. Játszanak velünk is majd most egy közös produkciót. Tagjaik pedig dr. Kondor Péter, a Budapest és a szlovén önkormányzat elnöke. Kondor Erzsébet, a budapesti szlovén önkormányzat alelnöke. Poli Antal, lépművész, aki rengeteg hangszerre játszik, de most majd gitározni fog. És Nagy Gyöngyi énekel, kisfia pedig 4 évesen ütő hangszeren fog közben működni életében először. Úgyhogy majd nagy szeretettel várjuk őket is itt a közös produkcióra, utána pedig 3 dalt előadunk, de azt már Nagy Gyöngyi meséli el önöknek.